Hello, sziasztok! Nagyon érdekes dolgokat hozok nektek ma reggel. Tegnap volt egy meetingünk, és ott magyaráztam a hálózatépítés titkait, meg hogy hogyan kell ajánlani dolgokat, meg minden, meg gondolkodásmód, meg hogy van ott pénz, meg stb. Stb. Aztán eszembe jutott, hogy egyébként mindenki ajánlói marketinget csinál, csak nem veszi észre. Na most megmutatom pontosan, mire gondolok. Hoztam nektek egy gyönyörű csokrot, szó szerint. Olyan dolgot fogok mutatni, be fogtok tojni. Figyelem, itt egy, mi ez szerintetek? Hát ez egy olyan torta, ami házilag készült. Pontosan olyan torta, amit a szülők megálmodtak, mert gondolom itt egy kicsinek a szülinapja van, és ez a torta elkészült. Biztos, hogy egészséges dolgokból van, cukormentesen, stb., ahogy a szülők megálmodták. Ezt a hölgyet úgy hívják egyébként, hogy Murányi Csilla, itt Csongrádon él, és szuper sütiket tud sütni. De mutatok én még más dolgot is nektek. Opa! Ez valószínűleg rendezvényre megy, és hát ez a klasszikus, régi mamáink fajta süti. Mestere a Csilla ennek is. Én is szoktam tőle rendelni. Ja, Istenem, ezt kiírtam ma Csillának, hogy ez a terrorizmus minden válfaját kimeríti. Ez a torta. Hát csak nézzetek meg így az ember. Ja. Hoppá, hát nem déteznék, lehet, hogy átszólnék a szomszédba egyébként. Itt majdnem a szomszédunk, hogy rakjon már össze nekünk egy ilyen tortát. Egyébként Csilláról csak annyit, hogy a múltkor az utolsó pillanatban szóltam neki, hogy fiú, már lenne egy szülinap, és akkor jó lenne, hogyha tudná segíteni, és mondta, hogy jó, nektek még kiszorítom, és hát előző való nap szóltam neki, és egy gyönyörű gyümölcstortát sütött. De nézzünk meg, mi van még itt a műhelyben, gyerekek? Mit szóltak ehhez? Ez is egy egészséges torta. Cukormentes, gondolom, meg olyat, amit a szülők ugye megálmodnak. Na nézzük, opa, mi ez itt, pókemberes torta, gyerekek? Hát minden gyerek álma egy ilyen pókemberes torta, nem? És akkor itt sorolhatnám, hogy miket készít itt Csilla. Ja, Istenem, sütid imádok, ugye, a porcukros fánkok. Ja, Istenem, hoppá, és akkor megint itt van egy csomó torta. Na most, ha egyszerűtek, hanem én most nem beszéltem a Csillával, nem tudja, hogy én most őt reklámozom, vagy ajánlom. Egyébként mindenkinek ajánlom, aki szereti az igazi, különleges, házias, igazi, nem az a vajas összepakolt mindenféle történetet, hanem az az igazi. Nézzük még, azért még kicsit barangoljunk már itt, Csillánk mit tett ki még az oldalára. Hát ugye tud ez a hölgy, nem? Vagy egy sima, azt hiszem ez egy kenyérke. Azt mondja, büntetés végrehajtás más módon, szia Gábor. Igaz? Látjátok, jaj, ez az igazi, ez mi ez? Lúdláb lehet, gyerekek? Ezt néha beviszi a céghez is, akkor itt megkóstolhatja itt a szoc otthonba. Ja, igazi terziabok. Na, szóval itt sokkollak benneteket mindenféle dolgok. Most azt képzeljétek el, hogy ugye hogy jön ide Csillának a tudomány a házatépítés titkaiba. Hát úgy, hogy tulajdonképpen ti is ajánlottok különböző dolgokat, mint most én ugye Csillát, csak hát ugye mondjuk Csilla nem fizet érte. De az biztos, hogy most, hogyha ezt a videót sokan megnézik, azért, ugye, ha ti is itt Csongrádon lennétek, és hirtelen kéne torta, megfordul a fejetekbe, hogy hát akkor csak kéne a Csillának szólni, hogy ez süssön már nektek. Majd ezt a csongrádi oldalakra kirakom, mert nagyon jó dolgokat nézzetek meg ezek is. Jó, még videót is csinált róla, most ezt nem indítom el. És ő nem is tudja, hogy ajánlói marketinget csinál egyébként, saját termékeit reklámozza. Ugye fölteszi a Facebookra, és akkor hát ugye akinek tetszene, az ugye az ő rajongói tábora közül kezd rendelni. Egyébként elmondom nektek, szerintem nincs ideje már sütni tortákat, mert rengeteg megrendelése van. Tehát véges, ha nem franchise rendszerbe csinálja. Valaki egyébként hobbi szinten mestercukrász egyébként a Csilla. Én azért sokkolok benneteket, mert nézzük a fészen, miket rak még ki ő.
Szóval itt egy igazi jó kis, ha jól tudom, meggyes sütike van. Na jó, nem megyek tovább, mert nagyon éhes lettem. Na szóval azért mutatom nektek ezeket, mert egyébként is ajánlói marketinget csinál az ember. Ezt ajánl, azt ajánl, jó, jó vendéglőt biztos ti is ajánlottatok. Csak lehet, hogy a vendéglős nem fizet nektek. Vagy én szoktam zöldségesünket ajánlani. Hát jó, mondjuk én szoktam árengedményt kapni a Mucsi zöldségesből, de hogyha ezt így kicsit így az emberek tudatosan csinálnák, hogy elkezdenek embereket reklámozni. Egyébként megfordult a fejembe, hogy most itt a Csongrád környéki barátaimnak az a boltjait, hogy miért érdemes hozzájuk járni, maszek boltokat, érdemes lenne elkezdeni reklámozni. És jó kis forgalmat generálni az ő boltjaikba, ne a multikat gazdagítsuk, hanem a maszek kis boltokat, akik a városnak a forgalmából élnek. Tehát magyarul mindig lehet ajánlani valamit, csak nem mindegy, hogy az adott termék, az ugye networkben van-e, hogy kapunk-e utána jutalékot. Na most itt felmerül a kérdés, hogy akkor is ajánlanánk ezeket a termékeket, hogyha nem kapnánk érte pénzt. Például én nem várom el a csillától, hogy nekem akár pénzt adjon, vagy mi kedvezményt is a sütéből. Jól esik nekem ajánlani ilyen szupermestereket, nem? Tehát így nézzetek meg a városotokba. Egyébként ő a Csilla, azt hiszem, nem biztos. Tehát jól esik-e az embereknek, vagy nektek ajánlani más embereknek a termékeit, portékeit. Már csak ezzel egy egész jó kis rajongói tábor tudtok magatoknak, mert ugye a lényeg az interneten lévő melónak, hogy érdekes dolgokat rakunk fel a videóinkba, illetve az ilyen posztjainkba, hogy ránk figyeljenek az emberek. Esetleg írjatok már ide, hogy ez így értékadó videó, vagy hogy így úgy érdemes ezt a videót esetleg megnézni, már csak a sütik miatt is, nem miattam, hanem ugye a sütik miatt. Ha, mit szóltak ehhez? Szóval látjátok, ez a hölgy ezt tud. Na most ezt direkt azért sem ezt a videót, mert ugye a Csillának is vannak rajongói tábora, és hát ha az ő rajongói táborából én is kapok valamit, tehát magyarul az én videóm alapján az, akár az én adatlapomat is megnézik, hogy én mivel foglalkozom, de ti is megnézitek a Csilla adatlapját, és hogyha erre jártok, biztos, hogy fogtok rendelni tőle, bár lehet, hogy így postai utánvétel is fölad valamit, de nem hiszem, ez egyébként érdemes eljönni érte. Na, szóval nem tudom, hogy értitek-e azt, hogy a Csilla igen így néz ki. Igen, ő az, azt hiszem. Egyébként gyönyörű minkú cicájai vannak. Már csak azért is érdemes ellátogatni Csongrádra, megnézni az ő cicájait. Na, szóval visszatérve az ajánlói marketingre, tehát folyamatosan mindenki ajánlói marketingbe dolgozik, csak nem tudja. Rajongói tábor, a maga az a réteg, aki vel körülveszed magad, és nézd meg, hogy azok az emberek mennyire hisznek neked, mert ez a titka egyébként a csapatépítésnek, hogy egy olyan rajongói tábort, vagy kis csapatot épít az ember saját maga köré, akik hisznek neki, és innentől kezdve már bármit bárkinek el lehet úgymond adni, ajánlani, mert le van tesztelve a dolog, de rajtad keresztül, te vagy a kapcsolódási pont. Szóval érdemes ezen elgondolkozni, nincsen ajánlói dolog nélkül szinte semmi. Mire gondolok? Hátszél például. De nem a klasszikus hátszél, hanem jól mondom, hogy igazán jó munkahelyre nem tudsz bekerülni, csak úgy, hogyha beajánlanak téged. Tehát ha beajánlanak, akkor már megerősítik a munkáltatót, hogy te egy megbízható ember vagy, és akkor elkezded az első 90 napos próbaidődet ott. Értitek? De nem lehet megúszni az ajánlást, a 90 napos munkát, amit mi is csinálunk, ugye a programot, csak hát másképpen. Esetleg írjatok már ide kommentbe, hogy értitek-e, hogy miről beszélek, vagy esetleg tudjátok-e, hogy milyen jó ezt az ajánlói marketinget megtanulni, még akkor is, hogyha nem vagytok mondjuk a mi csoportainkban, mert lehet, hogy éppen egy termék készítő vagy valamilyen krémet árulsz, vagy tök mindegy, valamilyen szolgáltatásod van.
És hogyha csinálsz egy ajánlói klubot, aki téged ajánl, és te ezért képes vagy akár ajándékokat adni, vagy kedvezményes szolgáltatást, vagy értitek, hogy elindul az ember fantáziája, akkor már megint ott vagyunk, hogy egy egész jó kis rajongói tábort lehet magáévá tudni az embernek. Ez először csak egy ember, két ember, aztán öt ember. Most képzeld el, hogyha vagy egy vállalkozásba, vagy egy termékforgalmazásba, és téged ajánlanak más emberek, mert segítettél nekik. Akkor mennyire könnyű fölépíteni egy csapatot, értitek? Tehát itt megint arról szól a dolog, hogy nem tukmálni kell a dolgokat. Én biztos vagyok benne, hogy a Csilla az nem megy így hátra, és akkor ahogy gyümölcstortát szeretnék árulni, meg ilyen szadertortát, meg mit tudom én, hanem valakinek megcsinált, gondolom, egy ilyen tortát, meg kettőt, meg először magának. Aztán lehet, hogy adott kóstolóba szeletet. Akkor utána egyre jobban megkívánták az ő készítményeit, és kialakult neki egy rajongói tábora. És egyre többen ajánlották. Ugye én is ezt csinálom. És innentől kezdve már nincsen probléma van, hogy legyen neki vásárlója. Szerintetek ő most ideges azért, hogyha valaki mondjuk mákos sütit akar csinálni, és akkor rendel. Ott van mindig neki a munkája. Azt nézzétek meg, hogy mi a ti értékeitek. Lehet, hogy ott van a kezedben, lehet, hogy te jól tudsz kötni például, csak most eszembe jutott, hogy horgolni. Vagy takarítani például. A takarító nőket én nagyon tisztelem és becsülöm. Tudjátok, hogy miért? Mert azokat a dolgokat csinálják meg, amit a más ember lehet, hogy nem szeret. És egy jó takarító nőnek nem kell félni attól, hogy fölkopik az álla. Már őt fogják ajánlani. Nem hiszitek? Elpróbáltok ki. Nem kell lealacsonyítani a takarítónői állást, vagy akármilyen állást. Csak az a lényeg, hogy mesterszinten kell csinálni. Tehát tényleg, hogy elérjétek azt, hogy ajánljanak benneteket. Én ugyanezt csinálom. Elérem azt, hogy az emberek a tanításaimra, a tapasztalataimra, a teszteléseimre jönnek és kérik, és én adom, és innentől kezdve föl tudok építeni nagy csapatot, egy nagy bázist. Úgyhogy hát így arra gondoltam, hogy ezt így megosztom veletek így érdekességképpen, közben még azért levezetésképpen sokkollak benneteket ilyen tortákkal. Szóval érdemes ezzel kicsit foglalkozni? Hát hogyne? Úgyhogy fogok nektek ebbe segíteni, kövessétek az oldalamat, ha tetszett ez a videó, osszátok meg, ha nem tetszett, akkor is, mert hát ha eljut olyan helyekre, ahol pont ilyen információra lesz szükség. Sziasztok, az erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban.